A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, rövidesen kinyílik a világ, márciust írunk, és megnyílik a színház. Azt hiszem, már nagyon régen várta mindenki, hogy a Vörösmarty Színházba újra, mint a kultúra egyik központi helyére ellátogathasson. Vendégem pedig természetesen pontosan ezért Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója. Tisztelettel köszöntelek. Én is. No, hát az alapkérdés nyilván az, hogy mi minden történt a zárt ajtók mögött, hiszen nyilvánvaló, hogy bár egy színház bezár, és nyilván ez a gazdasági helyzetnek köszönhetően egy nehéz időszak, ennek ellenére azért a gondoskodó tisztelettel kell viseltetni a színművészek iránt, a maga a színház iránt, ezért a munka az nem állt meg. Valóban, amikor döntés született, hogy az energiaválságra tekintettel bezárjuk a színházat, akkor kiadtunk egy szlogent, és ezt is hirdettük mindenütt, hogy az épület bezár, a színház működik. És valóban ez nem csak egy szlogen lett, hanem ez volt a valóság. Bezártuk az épületet, de a színház működött, mégpedig nagyon intenzíven. Sőt, magában az épületen belül is munka folyt, noha nem színházi munka. Tehát hagyj meséljem el a kedves nézőknek, hogy előadások ugyan nem készültek, közönséget nem fogadtunk, de reggeltől estig munka folyt a színházban. Két hatalmas rekonstrukcióra került sor ez időszak alatt. Az egyik a színház szinte valamennyi, most már mondhatom, mert a munka talán épp a napokban fejeződik be, az utolsó izzókat cserélik. Teljes izzó készlete megújult, és a régi hagyományos lámpaizzókat ledesekre cserélték. Ez a színház esetében azonban nagyon sok millió forint megtakarítást jelent. Tehát megnézzük, hogy a világítási eszközök hány százaléka nem ledes, és ez mennyit tesz ki az összfogyasztásban, és azt kellett látnunk, hogy ez bizony a 30-40% felé közelít. Tehát, hogyha ezt a 30-40%-ot le tudjuk felezni, ez nagyon sok millió forint megtakarítás jelent. És hála annak az önkormányzati támogatásnak, amelynek segítségével ezt a lámpacserét végre tudtuk hajtani, ez most már valószínűleg az áramszámlában is jelentkezni fog. Egyébként érdekes módon, de ezt a lámpacserét most nem tudtuk volna megcsinálni, csak majd valamikor a nyáron, de addig meg ketyegett volna a áramszámla a régi tarifával, tehát ez egy szerencsés egybeesés. Tehát ez egy jó hír. Ez egy kifejezetten jó hír, és a másik ugyancsak az energiaválság kezelésével kapcsolatos intézkedések egyike volt. A színház teljes nyílászáró cseréje kezdődött el. Ennek első szakaszában a nagyon régi, a régi eredeti színház épület autentikus nyílászárói kerülnek cserére. Hát ez bizony már megérett erre a cserére, mert hiszen ezek nagyon régi faszerkezetes nyílászárók, nagyon rosszul szigeteltek, és most azok, amik beépítésre kerültek, ezeknek a hőszigetelése kiváló. Ezzel is azt gondolom, hogy nagyon sokat megspórolhatunk. Jelenleg is folyik még ez a munka. Ez március 1-jével nem ért véget, de minden esetre a közönséget már fogadni tudjuk. És nyilván a színház vezetés is dolgozott folyamatosan, hiszen azt nem mondhatjuk, hogy március 1-jén egy új év kezdődik, hanem fel kellett készülni mindarra, ami márciustól várja majd a közönséget is. És emellett pedig voltak vendégszereplések, bár néhány elmaradt, ahogy olvastam, de a Boeing például ment, és ráadásul nézegettem képeket óriási sikerrel, úgyhogy ez öröm. Igen, nem csak a színészek lelkendeztek miatta, Komáromból is felhívott az igazgató, és végtelen lelkesedéssel számolt be erről az ovációról, tehát az ő számukra is
meglepetés volt, hogy jó, hát persze vígjáték, akkor örül a közönség és tapsol, de hogy ilyen fantasztikus legyen a siker, arra nem számítottak, a mi színészeink sem, tehát a legjobbkor jött egyébként lélektanilag ez az ováció. És öröm számunkra, hogy ugye a sajtótájékoztatón ott voltunk, azóta már beszámoltunk számtalanszor róla, hogy Reginald Rose darabja, 12 dühös ember óriási sikert aratott a Városháza dísztermében. Ez egy előremutató lépés volt egyébként a városvezetés részéről is, hiszen nem sokan mondhatják el magukat, hogy egy olyan színtérbe vihetnek egy legendás darabot, mint a 12 dühös embert, mint itt Székesfehérváron. Én azt hiszem, hogy makulátlan volt az egész történet. Jó volt nézni úgy, hogy azért mi láttuk 2016-ban színházbarátok, és hát csak nem változatlan szereplői gárdával Cserhalmi György rendezésében egy fantasztikus. Ezt csak aláhúzni tudom, illetve azzal a kiegészítéssel árnyalnám ezt a képet, hogy a 12 dühös embernek helyszínt keresve se lehetne jobbat találni, mint a Városháza díszterme. Mert ennek valahogy az architektonikus kiképzése nagyon hajaz egy olyan teremre, ahol egyébként akár bírósági tárgyalást is le lehetne folytatni. És az az igazság, hogy a 2016-os színházi előadásban az ember mégis azért bejött a színházba, beült a fotelbe, nézte, és hát igen, ott én ülök a nézőtéren, ott van a színpad, és játszanak nekem egy bírósági tárgyalást. Most nem ez volt a helyzet. Most az volt a helyzet, hogy beültem a díszterembe, leültem, és 5 percen belül én magam is színházi emberként nem színházba, hanem egy bírósági tárgyalás passzív részvevőjeként és szemlélőjeként ugyan, de mégiscsak benne voltam a dolgok közepében. Ez a benne lenni a dolgok közepében, ez pedig egy nagy ajándék, ha ezt a színház meg tudja valósítani, és ebben az esetben ez létrejött. Tehát ez a felajánlás, hogy legyen színházi előadása a díszteremben, másik felől pedig ez a lehetőség, hogy van nekünk egy ilyen előadásunk, ami ide kívánkozik, tehát ennek a kettőnek a szerencsés csillagzat alatt való találkozása valóban egy olyan páratlan színházi élményt hoz, és ezt most tényleg nem az elfogultság mondja belőlem, de végtelenül lelkes vagyok, és büszke, hogy ez az előadás itt így létrejöhetett. Igen, hát Ballér Biancától Végszirmai Irénig mindannyian ezt mondták a szereplők is. Ez nagyszerű dolog. Miközben természetesen folytak már a próbák, hiszen nem feledhetjük, hogy felkészülten kell megélni a színháznyitást, tehát március 7-én már lesz Jeruzsálemi király, olvasópróba Horváth Csabával. Én azt gondolom, hogy ez egy kivételes darab, hiszen visszarepít bennünket, és itt most értelemszerűen második András koráról beszélek. Én azt gondolom, hogy Székesfehérvár a királyi városban, ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ilyen darabok ismét felszínre kerültek. Így van, és ugye éppen, hogy túl vagyunk az Aranybulla emlékében, de meg kell, hogy mondjam, hogy második András élettörténete sokkal gazdagabb annál, mintsem, hogy egy-egy periódikusan ismétlődő emlékévben elővegyük, foglalkozzunk vele, aztán elfelejtsük. Második András a magyar történelemnek egy végtelenül izgalmas figurája, akinek sorsa, uralkodása ezer szállal kötődik ehhez a városhoz, és ezt a lehetőséget, ezt a drámai lehetőséget fedezte fel Horváth Csaba, és a fiatal írógeneráció egyik jeles tagja a Tóth Benedek, akik második Andrásnak egy olyan arcát mutatják majd meg a nézőknek, amelyet talán kevéssé ismerünk, de minden esetre gazdagítani fogja a képet, amit eddig második Andrástól tudtunk. Igen, hát 1222-ben járunk, tehát az Aranybulla esztendejében, de nagyon sok színű lesz ez a darab, és azt hiszem, hogy méltó a történethez. Mint ahogy én meglepetéssel tapasztaltam, hiszen premier lesz már március 10-én, nem félünk a farkastól. Hát ez egy legenda természetesen, és Cukor Balázs rendezésében, aki egy olyan rendezőgeneráció kellően elvarázsolt tagja, aki azt hiszem, hogy meglepetést fog okozni,
pozitív meglepetést mindenképpen, mert hogy ugye, amikor ha megnézzük az ő életútját, akkor azért vannak olyan történetek benne, hiszen szabadúszóként dolgozik most már évtized óta, de a tehetséget soha senki nem vitatta. Igen, egy nagyon izgalmas rendezőről van szó. Évek óta kerülgetjük egymást kölcsönösen. Ő sokszor jelentkezett, hogy szívesen jönne ide rendezni, akkor nem volt alkalom, akkor volt, úgyhogy mi kerestük meg, de akkor már elkéstünk, mert ő nem volt szabad. Tehát így kölcsönösen kerülgetjük egymást, és végre ez az időszak volt az, amikor megjött ez a lehetőség, és ő nagyon boldog volt, hogy ezt a kiviteles színpadi művet, a Edward Dolby, Nem félünk a farkastól című drámájáról van szó, ezt ő a mi nagyszerű színészeinkkel megrendezte. Igen, ugye nem mondtam még, Jeruzsálemi királyt, ugye magát, második Andrást, Krisztik Csaba játssza a címszerepet, és Gáspár Sándor, Ballér Bianca, Kisdia, Ladányi Júlcsi, Varga, Marika, Kádas, Kovács Tamás csapat. Viszont a Nem félünk a farkastól a négy szereplő, az önmagáért beszél, a kicsit idősebbeket, Varga Gabi és Sági Tamás játssza, a másik párt pedig Kovács Tamás és Ballér Bianca. Ez egy pazar szereposztás. Nagyon-nagyon várjuk. Mint ahogy várjuk az I Love You-t is, március 24-én, Lendvai Zoltán régi ismerősünk. Én azt hiszem, hogy egy kiváló darab lesz ez. Így van, és hát én nagyon jól emlékszem arra, amikor ide kerültem a színházba, még éppen futott Lendvai Zolinak egy rendezése, A család ellen nincs orvosság. És akkor már futott egy ideje, és azt kellett tapasztalnom, hogy ezt a darabot egyszerűen nem lehet levenni. Tehát azt gondolom, a Fehérvári Színházba járók jól emlékeznek A család ellen nincs orvosság című produkcióra. Éveken keresztül játszottuk óriási sikerrel. Zoli ennek a műfajnak kiváló ismerője, az I Love You pedig ehhez hasonlóan egy kiváló zenés komédia, amit ugyancsak négy nagyszerű színésznek ad lehetőséget. Énekeljenek, táncoljanak, és közben a szerelemről meséljenek. Ez korán sem véletlen, hogy a Broadway-n is nagy siker volt ez. Varga Gabi, Váradi Eszter, Sára, Egyed Attila és Keller János lesznek a szereplők. No, egyébként, tehát ha itt vagyunk az elején, tehát akkor már azt is tudjuk, hogy egy csomó minden történt időközben, hiszen március 9-e az egy ünnep lesz, jól gondolom? Hát én őszintén szóval remélem, hogy nem csak a számomra az, akinek számára ez a dátum egy két éves periódus zár le, a Hadik című történelmi kalandfilmről van szó. Ides tovább most már két éve, hogy ezt a felkérést megkaptam, foglalkoztam vele, leforgattuk, és utána egy elég hosszadalmas időszaka volt az utómunkáknak. Ez most lezárul, és végül most jön az igazi izgalom, a megmérettetés ideje. Vajon hogy tetszik a közönségnek? Hát ez most eldől, én magam is nyakamba veszem az országot, március 9-én kezdődik ugyanis az országos vetítés. A díszbemutató, a sajtóbemutató az két nappal korábban lesz Budapesten az Uránia moziban, és ezt követően az ország valamennyi nagyvárosában szinte egyszerre kezdik vetíteni. Szegeden, Pécsen, Sopronban, tehát, és az alkotókat, akiket lehet egyeztetni, ezek körbeutazzák majd az ország nagyvárosait, és találkoznak a közönséggel. Hát őszintén kíváncsian várom ezt a közönség találkozót, hogy a visszajelzést megtapasztalhassam, vajon elértük-e a célunkat, megtaláltuk-e a nézők szívét, megfogtuk-e őket, lekötjük-e őket arra a több mint 100 percre, 104 perc egész pontosan a mozi ebben a pillanatban. Tehát ez egy valóban egy jeles nap, de bízom benne, hogy nem csak az én számomra, hanem azok számára is, akik erre a filmre majd jegyet vásárolnak. Igen, hát Hadik küldetése Mária Teréziától és irány Berlin 450 kilométerre abban az időszakban, és ráadásul egy fantasztikus szereplőgárda, hiszen Trill Zsolt, Szabó Győző, Mucsi Zoltán, Horváth Lili a főszerepekben. Ezen kívül azért még mondok néhány nevet, hiszen Revicki Gábor is itt lesz, László Zsolt, Hirtlingék, Gáspár Sándor, Derzsi János, akiket mi is ismerünk, azt hiszem, hogy egy fantasztikus. Beváltott azt nyilvánvaló, hogy
hogy igen, de beváltotta azokat a reményeket, amikor nekiálltatok, hiszen ez egy óriási kihívás, egy ilyen történelmi kalandfilmet. Ugye a végső szót ebben a közönség mondja majd ki, hogy beváltottuk-e. Egy alkotó sohasem elégedett. Én legalábbis nem azok közé tartozom, akik elégedetten hátradőlnek egy premier után, hanem mindig idegesen, tépelődve azon töprengek, hogy mit rontottam el, és mit lehetne még javítani rajta. A filmben nem ez a helyzet. A színházon még mindig tudok egy kicsit csiszolni, egy kicsit változtatni, belenyúlni. A film az már kész van. Az ott van, abban már nem lehet belenyúlni. Tehát óriási a felelősség akkor, amikor az ember leüti a végső szót, és azt mondja, hogy cut, ez van, és ámen. Ebben a verziójában a film azt gondolom, hogy tükrözi mindazt a heroikus elszántságot, amivel belevetettük magunkat ebbe a munkába. A színészek színejava szerepel benne, és ők is mindent apait, anyait beletettek, a kaszkadőrökről nem beszélek. Tehát elvileg minden együtt van. Minden együtt van, de hát végső soron a közönség az, akiért ez megszületik, és ő fogja kimondani a döntőszót. Nincs kétségem felőle, hogy mi lesz az a döntő szó, mint ahogy afelől sincs kétségem, hogy bár most elmaradt a Eszenyi Enikő sajnálatos sérülése okán a Csodálatos vagy Júlia premierje, de ez is egy legendás darab. Julia Lambertet játszotta volna a főszereplőt, azt hiszem itt volt az ide, hogy visszatérjen, teljesen mindegy, hogy ki miként ítéli meg az ő rendezői pályafutását, egy zseniális színésznőről beszélünk, és én azt gondolom, hogy ezt a darabot rendezni a játékszínben, ez egy óriási kihívás volt, viszont jutalomjáték is. Számodra. Igen, mind a kettő egyszerre, és a számomra egy különös nagy találkozás volt, hiszen Enikővel majdnem 30 évvel ezelőtt pályája legelején dolgoztam, szintén filmben, akkor a Kaméliás hölgyet, egy televíziós filmet készítettem vele, nagyon fiatal színésznő volt, és végig kapcsolatban voltunk, végig nagyon jóban voltunk, meg hát én is vendégrendezőként dolgoztam, aztán később az ő igazgatása alatt a Víg Színházban. De valahogy az élet elsodort minket, mint színész meg rendező. És most újra összetalálkoztunk. Tudom, hogy mi mindenem ment keresztül. Láttam a küzdelmeit kívülről, és most láttam egészen közvetlen közelről, és elmondhatom a nézőknek, hogy egy igazán különleges nagy alakítás születésénél lehettem ott, mint bába, hogy segítettem ezt a Julia Lambertnek hívják a színésznőt a Csodálatos vagy Julia című produkcióban, ahogy Enikő színészi tolmácsolásában ez megszületett. És aztán volt ez a szerencsétlen lidérces fotópróba, ahol a kezében volt egy teniszütő azzal, mert féltékeny a szerelmére, és egy levelet akar neki írni, amiben bosszút akar állni, és minden dühét ebbe beleveti, és dühösen csapkod a levegőben, és talán a fotópróba, fotós próba lendülete, drukja, feszültsége szakadt ki belőle, amikor azt a nyomorult ütőt a kelleténél jobban meglendítette, elveszítette az egyensúlyát, elvágódott a színpadon, és ott maradt. És akkor még azon gondolkodtam, hogy hát elég szokott improvizálni a színpadon, és ez milyen érdekes, hogy ez mondjuk nekem nem jutott eszembe, hogy így ott marad, és akkor hallottam, hogy azt mondja, jaj, eltört a kezem. És akkor itt egy jeges zuhany, ú, basszus, ez nincs benne a darabba. És akkor megismételte, de már jajgatva, és akkor tudtam, hogy nagy baj van. Ez réves volt. Gyors felépülést kívánunk természetesen. Mint ahogy beszéltünk róla, a nehéz időszak volt ez a színészeknek mindenképpen. Most a társulatülés nyilván majd napvilágot lát, hogy ki miként készült, mert én azt gondolom, hogy aki színész, az ha nincs darab, akkor is színész marad, és újra nagy lendülettel vetik be a munkákat, jól gondolom? Így van, és azért hagyd tegyem hozzá, hogy azért ez a két hét kiesés, mert bármennyire is igyekeszünk aktivizálni magunkat, próbák folytak, tájelőadások, bemutató ugyan nem,
De azért ez két hónap kiesés, és most itt a két hónap kiesés pótolnunk kell, tehát egy rendkívül sűrű időszak. Hát, hagyd ne mondjam, gondoljunk bele, hogy Jeruzsálemi király, Mágnás Miska, Nem félünk a farkastól, I love you, Ulickaja, unokám Benjamin, öt produkció, bocsánat, én is nem, de ezek egyet, úgy mellesnek, a Börsnáten. Igen, ezt akartam még kérdezni. Hat produkció bemutatója készül, annyi idő alatt, mint máskor fél év, tehát azt hiszem, hogy most a színészeink nem fognak unatkozni. No, hát akkor mi sem fogunk unatkozni, mert már alig várjuk, hogy átlépjék a küszöböt, vagy a Vörösmarty Színház, a Nagy Színház, vagy pedig a Pelikán Kamara Színházban. János, köszönöm szépen, jó egészséget kívánok mindnyájatoknak, és hát szurkoljunk, hogy ne legyen több ilyen, mert azt hiszem, hogy a színház barátok ezt nehezen érték meg. Mi pedig szeretettel várjuk újból a közönséget, nagyon jó érzés, hogy újból kinyithatjuk az ajtót. Ott leszünk, köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, az új évadról beszélgettünk, vendégem Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.